A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 6. részének 25-től 34-ig terjedő verseiben. A Máté evangélium a 6. részének 25. és következő verseiben így szól hozzánk Isten igéje, úgy, amint azt Jézus Krisztus mondja. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csülbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek megnyújtani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma még van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kis hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a te nagy nevedet hívhatjuk segítségül ennek az esztendőnek az kezdetén. Köszönjük, hogy oly sokszor megbizonyítottad, hogy mindenható vagy, és szeretsz minket. És köszönjük, hogy ez érvényes erre az új éve is. Megvalljuk bűnbánattal, hogy mégis sokféle aggodalmaskodás lapul a szívünk mélyén. Nem is gondoltuk, Urunk, hogy ennyi pogányság van bennünk. Köszönjük, hogy most mindjárt az elején figyelmeztetsz arra, hogy a pogányok kérdezgetik, hogy mit tegyenek, mit igyanak, mivel ruházkodjanak, és ők félnek a holnaptól. Mi nem akarunk pogányok lenni. Szeretnénk neked, a gazdag atyának a gyermekei lenni. És szeretnénk helyát bizalommal nézni, és tőled válni mindent. Köszönjük ezt a kedves biztatást, hogy mi sokkal drágábbak vagyunk neked, mint bármi más teremtményed ezen a világon. Áldunk téged ezért. Bocsáss meg, hogy sokszor elfelejtjük ezt. Bocsáss meg, hogy mi is meg vagyunk győződve néha arról, hogy csak amit mi megszerzünk magunknak, az lesz a miénk. És annyira nem merjük a te kegyelmedet számításba venni. Nem tudjuk hittel tartani a kezünket, hogy te lerakhasd ajándékokkal. Olyan felemás bizalom van bennünk, bízunk is, meg kételkedünk is benned. Bocsáss meg ezt nekünk, és szabadíts meg ettől. De kérünk, őrizd meg minket minden felelőtlenségtől és könnyelmiségtől is. Engedd ma világosan meglátnunk, hogy mit jelent igazán bízni benned. Hogy ezt ne tévesszük össze semmi egyébbel. De bátoríts meg minket. Vegyél el minden félénkséget és félelmet, szorongást és aggódást a szívünkből. Hadd lássuk a te nagyságodat és hozzánk való jóvoltodat. És hadd adjon ez nekünk békességet. Add nekünk azt a biztonságérzést, amit te mennyei atyánkat a gyermekeidnek mindig adsz.
Kérünk, hogy éppen ebben erősíts meg minket, vagy tegyél minket igazán a te gyermekeiddé. Használd fel erre ezt a csendes órát, és köszönjük, hogy itt lehetünk, és a gyülekezet közösségében veled indulhatunk el ennek az ismeretlen új esztendőnek az útjára. Köszönjük előre, hogy te hűséges leszel hozzánk. Segíts, hogy mi is hűségesen ragaszkodjunk te hozzád. Így szólíts meg most a te ígéddel, és oszlasd az aggodalmainkat, erősítsd a hitünket. Jézus nevében kérünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jeremiás próféta szavaival hirdetem. Íme eljönnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. És megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Amen. Édesatyánk, szeretnénk ezt most egészen komolyan gondolni, és komolyan kérni tőled, hogy adj ezzel az új esztendővel megújult szívet mindnyájunknak. Olyan szívet, amelyik nagyon finoman érzékel mindent, ami tőled jön, és bizalommal fogad mindent, és olyan szívet, amelyik nagyon érzékenyen tud együtt érezni másokkal. Adj mi nékünk ilyen megújult szívet és új indulatot. És használd föl erre most ezt az Isten tiszteletet is. Amen. Isten igéje, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 6. és 7. verseiben így olvasható. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindig hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves testvéreim, Isten ezen a reggelen egy határozott nemet és egy bátorító igent állít elénk ebben az igében. A nem így hangzik, semmiért ne aggódjatok. És az igen így, kéréseiteket vigyétek Isten elé. Aggodalmaskodás helyett imádkozás. Ez az a program, amit Isten készített nekünk erre az esztendőre. Mit jelent az aggodalmaskodás, és mit jelent az imádkozás a szó bibliai értelmében? Az aggodalmaskodás gyökere mindig az a félelem, hogy Isten holnap, hát ha már nem lesz Isten, vagy hát ha elfeledkezik rólunk, vagy hát ha adódik olyan helyzet, amelyikben ő is tehetetlen. Az aggodalmaskodó ember azt képzeli, hogy ő látja reálisan a helyzetet. Holott az igazság az, hogy nagyon sok elképzelt baj aggasztja, és nagyon sok lehetséges problémával foglalkozik. Valósággal igézet alá kerül. Az aggályai belerágják magukat egyre mélyebben a szívébe, és egyre inkább abban a képzelt világban él, ami esetleg lehetséges, hogy eljön, és azok a bajok bekövetkeznek, és egyre jobban eltávolodik a valóság talajáról. Szinte megbűvölik az aggályai, és mint ahogy a nyuszi, amikor az úton reflektorfénybe kerül, megdermed, és nem tud mozdulni, így jár az aggodalmaskodó ember is saját aggájainak a bűvöletében, képtelen emlékezni a múltnak az áldásaira, nem tud örülni a jelen ajándékainak, és nem tud igazán bízni abban az Istenben, aki egészen bizonyos, hogy holnap is ugyanolyan Isten lesz, mint tegnap volt, és mint amilyen ma, és egészen bizonyos, hogy nem feledkezik el rólunk véletlenül sem, és egészen bizonyos, hogy nem lesz olyan helyzet,
amelyikben az derül neki, hogy ő tehetetlen. Isten nagyon határozottan tiltja az aggodalmaskodást az övéinek. Miért? Mert az aggodalmaskodás gyökere mindig a hitetlenség. Az imádságnak a tápláló gyökere az Istenbe vetett bizalom. Az aggodalmaskodás elszívja az energiáinkat. Az imádkozás megsokszorozza és mozgósítja azokat. Az aggodalmaskodó ember csőlátásban szenved. Csak az elképzelt bajokat és nehézségeket látja. Az imádkozónak tágas a horizontja. A láthatatlanokat is komolyan veszi. Az aggodalmaskodó csak a nehézségeire, az ellenségeire, és többnyire csak önmagára néz, hogy ő mit tud kezdeni ezekkel. Az imádkozó ezeken túl Istenre néz, és komolyan számol vele, és számít rá. Az aggodalmaskodó meg van győződve arról, hogy van oka félni. Az imádkozó meg van győződve arról, hogy van oka nem félni. Az aggodalmaskodó úgy érzi, összeroskad a terhei alatt. Az imádkozó minden alkalommal megerősödik abban, hogy nem egyedül kell hordoznia a terheit. És a nehezebb részét Jézus viszi. Az aggodalmaskodó ember sokszor eleve lemond a győzelemről, a megoldásról. Az imádkozó ember pedig szent kíváncsisággal várja, vajon most, ebben a helyzetben hogyan mutatja meg majd Isten az ő hatalmát és szeretetét. Az aggodalmaskodó, ahogy Jézusnál olvastuk, a holnap gondját is hordozza már ma, és persze, hogy nem bírja. Az imádkozó a ma terheit és feladatait hordozza csak. Nem az aggodalmaskodó áll a valóság talaján, mert az képzelt világban él. Az elképzelt bajok világában. Az imádkozó ember áll a valóság talaján, aki számol a tényekkel, a néha nagyon szomorú és szorongató tényekkel, de ugyanilyen valóságosan számol a legfőbb tényezővel, a világmindenség urával, akihez ő bizalommal fordulhat az imádságban. Ne aggodalmaskodjatok, hanem imádkozzatok. Ez Isten határozott parancsa ma hozzánk. Jó lenne, ha ezt minden részletében végig gondolnánk ma. Jó lenne, ha engednénk, hogy leszivárogjon a szívünk mélyére, hogy belevésődjön az emlékezetünkbe, elkíséljen minket az egész esztendőre, és adott esetben nagy segítség legyen a számunkra. Már ma kezdjük ezt el. Semmiért ne aggódjatok, hanem kéréseiteket vigyétek Isten elé. És erre annál nagyobb szükségünk van, mert nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek, amik azt sugallják, hogy okunk van az aggodalmaskodásra. Évek óta folyik egy szörnyű háború a közvetlen közelünkben, amit mi is, az egész világ is, tétlenül és tehetetlenül néz. Amit valamikor csak krimikben láttunk, az ma már itt zajlik az utcáinkon, világos nappal, este és éjjel egyaránt. Van, ami mától kezdve 100%-kal lesz drágább, és kedvesen mondta tegnap este itt valaki az ismerősének, hogy ha holnaptól kezdve fölhívlak, és hosszan beszélsz, ne vedd rossz néven, ha közbe szólok, hogy drágám, rövidebbre fogjad. Van, ami csak 60%-kal, van, ami nem tudjuk, hogy mennyivel, majd csak akkor derül ki, amikor nem tudjuk kifizetni. Úgy tűnik, hogy a gyermekeinket és az ifjúságunkat nem tudjuk megvédeni. Attól a sok lelket romboló, gondolkozás torzító szennytől, ami filmeken, reklámokon, kialakuló szokásokon és egyéb csatornákon keresztül bejön hozzánk.
A közélet felelőseiből sokszor éppen a felelősség hiányzik. És az egyházak sem állnak hivatásuk magaslatán. Ha csak azt nézi valaki, hogy a legtöbb gyülekezetben az elmúlt évben is több volt a temetés, mint a keresztelő, már oka van az aggodalmára. A tévtanítások pedig szaporodnak, mint a gomba. Méltán kérdezheti az ember mindegyik után, meg sok minden után, amit most még itt nem említettem, hova fog ez vezetni? Mi lesz ennek a folytatása? Kiszámíthatatlan nyomorúságok következhetnek még ránk. És aki csak ezt látja, az meg van győződve, hogy minden okunk megvan az aggodalmaskodásra. Aki azonban a teljes valóságot látja, mert ez annak csak egy töredéke, és látja ennek a világnak az urát is, aki nem csak a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra is, az mégis reménységgel néz előre, mert nem csak az esetleg bekövetkezhető bajokat, nyomorúságokat veszi számba, hanem nagyon komolyan számol Istennel is. És tudja azt, hogy ő változatlanul ura a világnak és a helyzetnek ebben az évben is, és miközben a maga világmindenséggel kiható nagy tervét meg fogja valósítani, aközben gondja van ránk, kicsi emberkékre, külön-külön, személy szerint, és mi nagyon fontosak vagyunk neki. Ezért bátorít arra, hogy menjünk hozzá, és neki mondjuk el mindig a kéréseinket. Mert ő azokat hallja, és azokra válaszolni fog. Ez az Isten mondja most nekünk 1995 első reggelén, semmiért ne aggódjatok, hanem kéréseiteket vigyétek Isten elé. Ennyit az aggodalmaskodásról. És mit ért a Szentírás imádságom? Testvérek, olyan jó lenne, ha egyszer mindenféle képmutatást félretéve meg látszatról lemondva becsületesen szembenéznénk azzal a ténnyel, hogy nagyon sok embernek fogalma sincs arról, hogy mi az imádság. Egy sor vallásos ember nem tudja, hogy mit jelent imádkozni, hogy mit tanít nekünk Jézus Krisztus az imádságról. A legtöbb embernek egyfajta elvi lehetőség az imádkozás, amivel végszükség esetén élhet, aki akar. Ugye, amikor már csak az imádság segít. Ez a mondás nagyon sok mindent elárul. De nem él vele, a végszükség esetén sem. A bajban is legfeljebb emlegeti sok ember Isten nevét, de nem tud vele beszélgetni. Nem tanulta meg az imádságnak a nyelvét. Sokan pedig összetévesztik az imádkozást az idézéssel. Idézeteket mondanak, felmondanak Istennek bizonyos szöveget, valaki valamikor leírt valamit, és azt ismételgetik, ha kell, sokszor egymás után. És azt gondolják, hogy ez az imádság. Amikor Jézus az imádságról beszél, mindig azt mondja, hogy az leginkább ahhoz hasonlít, amikor egy kisgyerek kiönti a szívét az apjának. Lehet, hogy lihegve mondja el, amit mond, mert éppen menekül, fél, de hozzá menekült, és neki önti ki a félelmét. Lehet, hogy sírva mondja el, és közben még hüppög, mint ahogy a kicsik szokták elmondani. Néha a panaszaikat. Lehet, hogy nagyon töredékesen, összetört mondatokban, szaggatottan mondja el, vagy nagyon egyszerűen, de hitelesen, mert azt mondja, ami éppen a szívében van. És ő mondja, nem másnak a szövegeit idézi. És azzal a bizonyossággal mondja, hogy ennek, akinek mondom, érdemes elmondani. Mert ő figyel rám, ő szeret, és ő intézkedni fog. Van értelme annak, hogy elmondjam neki. Éppen ezért, mire elmondta, meg is nyugszik. Abban marad a sírás, feloldódik a szorongás, és várja az Atya válaszát. Ezt jelenti imádkozni. Kiöntöm a szívemet,
azt mondom el neki, ami éppen bennem van, és ezzel a bizalommal mondom el neki. Mit mond ilyen értelemben alapigénk? Azt olvastuk itt, hogy semmiért ne aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával. Tehát annak van alkalma. Az imádság és könyörgés az imádkozó ember életének a programjában benne van. Az egy napi rendi pont. Olyan, mint a reggeli mosakodás, borotválkozás, fogmosás, reggelizés, felöltözés. Ennélkül nem lehet elindulni, legalábbis az utóbbi nélkül. Van, aki kihagy bizonyos fokozatokat, meg néha szükség, helyzet van, de felöltözni muszáj. Anélkül nem mehetek el a munkába. Ez benne van a programban. Meg valamit enni napközben, ha nem szoktunk is normálisan vagy rendszeresen, muszáj, mert másképp nem bírom. Hát ugyanígy imádkozni is muszáj, mert másképp nem bírom. Eltévedek, eltévesztem, tanácstalan maradok. Az atyával a kapcsolatot tartani kell. Ez létfeltétel, életszükséglet. És hozzá tartozik a mindennapokhoz, úgy, mint a lélegzés. Sokszor nem is számolom, hogy hányszor imádkoztam ma. Hát nem tudom, hányat lélegeztem. Hát anélkül nem tudok élni. Az imádságról így beszél a Biblia. Lehet egyébként a vallásos embernek ima szövegeket mondani a különböző előírt alkalmakkor, de ez a másik, az imádkozás. Az imádság és könyörgés alkalmával. Mikor van a te életedben az imádság és könyörgés alkalma? Van-e olyan idő, amit erre biztosítunk? Mert másképp nem lesz belőle soha semmi. Majd, ha lesz időm, ilyen nem lesz. Tegnap este láttuk abból a versből, hogy valami mindig közbe jön. Ez biztosra lehet venni. Éppen azért, mivel ennyire fontos, az ördög gondoskodik arról, hogy valami mindig kiszorítsa, meghiúsítsa, vagy legalább megkurtítsa az imádságainkat. Ez csak úgy megy, ha az benne van a programban, és nem szoríthatja ki semmi más. Az imádság és könyörgés alkalma. Mikor lesz az nekünk, mától kezdve? Boldog ember az, aki az Istennek való engedelmeskedést ezzel kezdi, hogy kijelöli az imádság és könyörgés alkalmát a legbiztosabb kora reggel, mert egyébként kiszorítják a napi teendők, és este meg már belealszunk a harmadik mondatnál. Annak tehát van alkalma. És mit mond el ez az ige az igazi imádságról? Olyan érdekesen egybecsendül mindaz, amit ebből az igéből megérthetünk, azzal, amit a tegnap esti igén keresztül mondott nekünk Isten. Nem én terveztem így, hogy ugyanarról legyen szó. Négy világos szakaszát különbözteti meg alapigénk az igazi imádságnak. Az első, az imádság és könyörgés alkalmával. Miért mondja kétszer? Miért nem elég azt mondani, hogy az imádság alkalmával, vagy a könyörgés alkalmával? Azért, mert két különböző dologról van szó. Ez nem ugyanaz. Tegnap este részletesen szóltunk arról, mit jelent Istent imádni. Amikor Isten személye lesz nagyon fontos számomra. Még nem a kéréseimmel jövök, majd az a végén. Ő maga a fontos, akihez beszélek. És mivel kicsi a hitem, és mindig igyekszik sok minden megingatni, szükségem van arra, hogy tudjam, és tudatosítsam magamban újra és újra, hogy kihez beszélek. Akkor ezt mondjam el, ez a legegyszerűbb. Mondjam el, hogy te vagy az én szerető mennyei atyám. Köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál. Én tudom a legjobban, hogy nem érdemlem meg. Annál inkább csodálom, hogy szeretsz. És mondjam el, hogy kinek tartom Istent. Az imádás ezt jelenti. Az imádás és könyörgés. Az más, az majd utána jön. Imádással kezdődik. Tudom-e, hogy kihez beszélek? És mivel hajlandó vagyok elfelejteni, ezért újra és újra emlékeztessem magamat rá. Ez lehet, hogy ostobaságnak tűnik sokak számára, de akinek az imádság már harc is, aki komolyan veszi ezt, mint fegyvert is, az tudja, hogy milyen fontos,
hogy ez friss legyen bennünk, és minden imádkozásunk elején megerősítsük magunkat is abban, hogy mi annak hisszük Istent, akinek ő magát kijelenti. Az ő nagy tetteit nem felejtettük el, tudni akarjuk, hogy most kihez imádkozunk, mielőtt még a kéréseinkkel nekirontanánk. Ezt most nem részletezem tovább, mert tegnap erről sok mindent elmondottam, inkább egy példát említek rá. Dávid sokszor volt nehéz, szorongatott helyzetben. Egy alkalommal megint Saul üldözte, minden bokorból orgyilkosok leselkedtek rá, bizonytalanná vált a jövője, nem tudta hova tenni az egészet, hiszen Isten azt ígérte, hogy te leszel Izrael királya, és mint egy kivelt kutya, bujdosik, menekül, senki nincs mellette, és éppen nagyon kritikussá vált a helyzet. És imádkozik. És mit mond az imádságában? Így kezdi. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Nem azt mondja, hogy Istenem, már megint nagy nyomorúságban vagyok, gyere gyorsan és segíts. Veszi a fáradtságot és rászánja az időt, ez másodpercek kérdése, hogy tudatosítja magában, kitől kérő most segítséget. Attól, akitől már olyan sokszor kapott. Attól, akinek a neve is az, hogy segítő. De jó, szinte elég ezt elmondani, hogy te vagy a segítő. És be is lehetne fejezni, hogy amen. Nem kell azt neki magyarázni, hogy én bajban vagyok, hát tudja ő azt. Nekem van szükségem arra, hogy tudjam, hogy ő tudja, hogy mi van velem. És ha igazán hiszek benne, ez elég. Nem sok szöveggel van itt szükség, hanem hiteles, igazi bizalomra. Ezt kell megvallanom, hogy én bízom benned. Körülvesz a veszedelem, semmerre nem látok kiutat, de hiszem azt, hogy te onnan is tudsz kiutat mutatni, ahonnan én nem látok. Az, hogy én nem látom, nem azt jelenti, hogy nincs. Már érzi az ember, hogy emeli föl az imádság Istenhez közelebb. Kiemeli abból a veremből, amiben éppen van. Emelkedett szemléletre az ilyen igazi imádság segíti el az embert. És aztán kezdi folytatni, hogy azért nem félünk, ha bármi történne is velünk. És elsorolja Isten tetteit. Lássátok meg az Úr tetteit, aki hadakat némít el a föld széléig, ívettől kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És a végén jön a hitvallás, a sereg ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Ennyi az imádság. Nem kell imánkodni, nem kell Isten meggyőzni arról, hogy most jönnie kell segíteni. Meg kell vallanom, hogy kicsoda ő. Az imádság imádással kezdődjék. Ezt hangsúlyozza itt ez a rész. Testvérek, a világ nem tudja Istent imádni. Isten csak az övéi tudják, akikben az ő lelke lakozik. Ez a mi feladatunk ezen a világon, és ugyanakkor a mi kiváltságunk is. Ez előleg már a mennyből, mert a mennyben az üdvözültek csak ezt fogják csinálni. Örökkön örökké imádják, imádjuk a mindenhatót. Milyen nagy dolog az, hogy ezt már itt elkezdheti valaki. Ezer gondja, sok nyomorúsága, megoldhatatlannak látszó problémái között. Ez az első. És aki megtanulja így Istent imádni, annak megnyílik a szíve előtte. A második az, hogy hálát adni. Hála adással vigyétek a kéréseiteket eléje. Nem furcsa ez a kifejezés? Nem volna elég azt mondani, hogy bizalommal mondjátok el a kéréseiteket. Nem elég. Mert látnom kell a kontinuitást, a folyamatosságot, hogy nem most kezdődik az Istennel való kapcsolatom. Aztán vagy tud segíteni, vagy nem. Nekem már vannak tapasztalataim. Ha nem személyes tapasztalatok, hallottam arról, hogy ő miket csinált. Például ő teremtette a világot. Ő a történelem ura. De engem, kis emberkét, gyermekét is hány bajból megszabadított, milyen sok jóval halmozott el, hány alkalommal többet adott, mint amennyit kértem, meghallgatott imádságok vannak mögöttem. Érdem nélkül kapott ajándékok sokasága.
Hát akkor vegyem a fáradtságot, ahogy tegnap este ezt is részleteztük, és soroljam el, hogy mi mindent kaptam már tőle. Erre megint nem neki van szüksége, hanem nekem. Hogy ez is megerősítsen abban, hogy most egyel több lesz. Most következik a folytatás. És csöndes kíváncsisággal várom, hogy vajon most mit ad, és hogyan adja. Mi jót készített, hiszen ő tudja, hogy erre is szükségem van. Aki hálát ad, annak megnyílik a szeme. Látja Isten tetteit, és mögötte magát a mindenhatót. Ezért mondja a Zsoltár, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Érdemes följegyezni néha, testvérek, mert elfelejtjük. Éppen így évvégén, mint most az elmúlt napok voltak, gondolok sokszor arra, hogy mennyi minden feledésbe merült, és milyen jó, hogy az ige naplóba bekerült. Istennek egy-egy csodája, egy-egy ima meghallgatás, de csak a kiemelkedőket, vagy a nekünk nagyon fontosakat szoktuk megjegyezni. Pedig annál sokkal több van. És erre megint csak a mi hitünknek van szüksége, hogy hálaadással vigyük eléje. Ha az imádáskor megnyílik a szívünk, a hálaadásban megnyílik a szemünk. Jobban látjuk, hogy kicsoda ő. És akkor jöhetnek a kéréseink. Vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Mindegyiket. Az egészen kicsiket is, amiket még családon belül is úgy szégyellünk elmondani, hogy mi ilyenekre vágyunk, vagy ez nekünk probléma, előtte nem kell szégyelni semmit. És egészen nagyokat is, mert neki minden lehetséges. Az is, ami az embereknél lehetetlen. Mondjuk el a kéréseinket, és most már nyíljék meg a szánk. Az imádásban megnyílik az imádkozó ember szíve, a hálaadásban megnyílik a szeme, a kérései elsorolásakor igazán megnyílik a szája, és mi történik ezek után? Megnyílik a mennyi. Mert a következménye ez lesz, az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez az az állandó békesség, amiről Jézus beszél. Mert ez nem a változó körülményektől függ, hanem Istentől függ, aki mindig állandó, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ez az a békesség, amelyikről Reményik Sándor azt írta, hogy lehet, hogy valakinek nyugalma nincs, de békessége van. Ez az Istenben megtalált békesség, amelyik minden értelmet felülhalad, mert a kívülálló sokszor nem érti, hogy ez most hogy lehet ilyen békés. Miért nem fél, vagy miért nem dühöng, vagy miért nem szervezkedik, mindenki pánikba esett, ő nyugodt, vagy fordítva sokszor, mindenki nyugodt, mert nem látja a valóságot, ez meg nyugtalan, valami nagyon sürgős lett neki, és mégis békessége van. Ennek a békességnek a gyökere az, amiről Pál apostol a II. Korintusi levél 5. részében ír, hogy Isten a Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő vétkeiket. Ez az Isten gyermeke állandó békességének az alapja, a gyökere, a forrása, amiből táplálkozik. Isten a Krisztusban megbékéltette magával a világot, és bennünket is, nem tulajdonítván nekünk a mi vétkeinket. Olyan érdekes ez a kifejezés, ami itt az eredeti szövegben van, hogy megőrzi a ti szíveteket és gondolataitokat. Ez egy katonai szakkifejezés, amit Pál apostol használ, és azt jelenti, hogy őrt állni. Őrt áll az Isten békessége, és nem engedi, hogy a mi szívünket és gondolatainkat megrabolja, felzaklassa, megzavarja ennek a világnak sok aggodalmat szülő eseménye vagy tényezője. Miért van az, hogy sok imádkozó ember nem jut el eddig a békességig? Megpróbálja dicsőíteni Istent, hálát adunk, aztán visszük a kéréseinket, és mégsem jutunk el ehhez a békességig.
Azért, mert nem jól imádkozunk. Mert valami ebből, amit itt az ige röviden bár, de tömören elmond, hiányzik. Talán nem is azt értjük imádságon, amit a Szentírás, hogy a gyermek kiönti szívét atyának. Vagy talán még nem is Isten gyermekeiként mehetünk oda hozzá. Hiszen tudjuk, hogy akik Jézust befogadják, azok lesznek Isten gyermekeivé. Csak úgy messziről kiabálunk neki. Így is szabad. A Biblia megkülönbözteti a kiáltást és az imádkozást. A kiáltás mindenkinek a joga. A legistentelenebb ember is kiálthat Istenhez. Messze földről, nagy ínségből kiáltom felségedet, írja a 61. Zsoltár. De innen el lehet jutni hozzá egészen közelre. Amikor a kisgyerek odaborul az apja ölébe, és lehet, hogy szipogva, még mindig félve remegve, de már neki mondja el azt, ami a szívén van. És aztán megtanuljuk őt dicsőíteni, és ezzel kinyílik a szívünk, megtanulunk bőségesen hálát adni, és kinyílik a szemünk, megtanulunk helyesen kérni, és megnyílik a szánk, és akkor megtapasztaljuk, hogy megnyílt előttünk a menny. Az Isten békessége valóban megőrzi a szívünket és gondolatainkat Krisztusban. Akkor is, ha nagyon súlyos problémák vesznek körül, akkor is, ha nehéz terheket kell hordoznunk, akkor is, ha sokakban kellett már csalódnunk, akkor is, ha sokan mindenfélét mondanak Istenről, mi akkor is, ha ragaszkodunk hozzá, és ahhoz, amit ő önmagáról mondott. És így bízunk rá jövőnket. Kérjük ehhez már most az ő segítségét. Van egy rövid, de nagyon kedves, tartalmas énekünk, amelyik egy mini imádság. A 474. éneket énekeljük el. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Köszönjük, Atyánk, hogy nem nekünk kell könyörögnünk azért, hogy hallgass meg minket, és hadd öntsük ki a szívünket neked, hanem te bátorítasz, biztasz, sőt, sokszor parancsolod, hogy jöjjünk hozzád, és neked mondjuk el mindazt, ami bennünk van. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, az nem süket fülekre talál. Köszönjük, hogy te minden hozzád hangzó kiáltása és imádsága válaszolsz. Dicsőítünk téged a meghallgatott imádságokért. Köszönjük, ha egy-egy imádságunk igazi nagy gyümölcse, áldott eredménye az volt, hogy betöltött bennünket a te békességed. És lehet, hogy egyelőre körülöttünk minden maradt a régiben, de mi belül egészen másokká lehettünk. Így szeretnénk naponta belépni a te rendelődbe, hogy a te gyógyító erőid áradjanak a mi életünkbe. Így kérjük tőled, hogy segíts a te világosságodban járnunk egész évben. Így könyörgünk, hogy adj nekünk tőled való gondolatokat, hogy akaratod szerinti döntéseink legyenek. Kérünk téged, hogy sose rekedjünk meg a jó szándéknál, a vágyaknál, vagy a nagy elhatározásoknál, hanem hadd legyen mindenből valóság, élet, amire te indítottál minket. Legyen a te igéd egész éven át, ami lábaink szövétneke, és ösvényünk világossága. És taníts meg minket egyszerű gyermeki hittel imádkozni. Segíts ezt elkezdeni már ma. És add, hogy meglegyen az imádság helye, alkalma az életünkben, és azt semmi se szoríthassa ki. Köszönjük, hogy veled a mindenhatóval lehet nekünk egészen valóságos, személyes közösségünk a hit által. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te tetted ezt lehetővé. Szabadíts meg minket minden aggodalmaskodástól, és szabadíts fel az Isten gyermekeinek az örvendező, szabad, szolgáló életére. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd mindannyian azokat a gondokat, amik már is nyomasztanak. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd a nagy közösségi problémákat is. És könyöröghetünk hozzád bizalommal, családunkért,
egyházunkért, népünkért, az emberiség megoldhatatlannak látszó problémáiért. Köszönjük, hogy neked ma is minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Kérünk, add ennek sok-sok bizonyságát ebben az elkövetkezendő évben. Minket pedig taníts meg arra, hogy azzal dicsőítsünk, hogy bízunk benned. Taníts meg előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekeket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját telejád, és adjon néked békességet. Amen.